Sziasztok! Én Német Gábor vagyok, és ez az Ébredés Podcast első epizódja, ahol kicsit a spiritualitást fogjuk boncolgatni. Vendégem Major Szilvia, aki szívfény ébresztő, és majd még ő pontosan elmondja, hogy, hogy mi is ő valójában, és hogy hogyan definiálhatjuk. A lényeg az az, hogy most ma kifejezetten a spiritualitásról fogunk beszélni, és azért gondoltam, hogy nagyon hasznos lehet számotokra is, Amivel, amiről uh, Szilviával beszélgetni fogunk, mert ő az én egyik, uh, sőt az egyetlen kócsom, és uh, nagyon hatékonyan tud segíteni nekem a mindennapokban, és azt gondolom, hogy a mi beszélgetésünk nagyon sok embernek tud majd segíteni. Well, Szilvia, kérlek akkor mutatkozz be, egy kicsit beszélj magadról, mi az, amit érdemes tudni rólad, ki is az a Major Szilvia? Sziasztok! Magyar szélvia vagyok. Én 20 éves vagyok, úgyhogy nagyon fiatalon elkezdtem ezt az utat. Igen, szemtelenül fiatal vagy, de azt gondolom, hogy lélekben már nagyon bölcs és tapasztalt. Ez így van, igen, a lelkem nem 20 éves. És hát én szívfényoktató és szívfényébresztő vagyok. A szívfényre szerintem egy 7 évvel ezelőtt találtam rá, uh -huh. még egy, egy tanfolyamom az volt életem első tanfolyama, és azóta is csak szívfény tanfolyamokra járok, úgyhogy maradtam is a vonalon. A szívfény egy hetedik dimenziós szeretetenergia, uh -huh. amit mesterem Bart Erika hozott ide lehozzánk, vagyis nekünk a, a földre, ha uh -huh. ez nem túl misztikus és spirituális. És Én ö szeretném majd egyébként magát a beszélgetést, és nagyon jó, hogy ezekről beszélsz, hogy nem -e túl spirituális, én mindenképpen majd úgy szeretném a, a, akár egy hétköznapi nézőnek, aki mondjuk még ne, abszolút nem találkozott a spiritualitással, hogy egy kicsit jobban megismerje, de azt gondolom, hogy az első lépés a spiritualitásban, hogy nincsen túl mély, vagy túl e, kevésbé mély, hanem éppen pont jó van, a, az az info, ami, ami most rendelkezésünk rá, azt kell, hogy halljuk, úgyhogy nyugodtan beszél mindenről, ami eszedbe jut. Rendben, köszönöm. Tehát ő csatornázza nekünk ezt az energiát, az információkat, a tanításokat, uh -huh. és én tavaly 2022-ben lettem oktató, uh -huh. úgyhogy már taníthatom ezeket a tanításokat is, nagyon nekem jó. az nagyon nagy lépés volt az életemben, azóta is kezdtem el úgy valójában dolgozni is és kezelni. Uh -huh. Úgyhogy igen, hát egy 13-14 évesen én elkezdtem ezt az utat, és hát... Korán kezdted? Igen. És az a jó, hogy nem a sufniba bagóztál inkább, hanem ráléptél a spirituális üsvényre, vagy lehet, hogy bagóztál is, lehet. de az biztos, hogy foglalkoztál De nem alá. mentem el arra az irányba, tehát, hogy igen, tudod, igen, igen. korszak mindenkinek, hogy meg Persze. Kell legyen. Igen, nincs jó vagy rossz, hanem mi tapasztalás, azzán. minden egy tapasztalás, tehát... Ezzel igen. tökre egyetértek. Még azt szeretném elmondani, hogy miért is hoztam létre ezt az egész podcastet, miért van az, hogy itt ülünk és beszélgetünk. Nekem az egyik legfontosabb célom, hogy az, az embereket minél többet edukáljam arra, hogy foglalkozzon egy kicsit magával és az egyik legfontosabb info, amit már itt a backstage-ben beszélgettünk, de elmondom a nézőknek is, hogy egyetlen nap alatt annyi impulzus ér minket, mint az 1600-as években egy egész életen át, és azt a hatalmas sok információt nem hagyjuk leülepedni, hanem hazaérünk, nézzük a tévét, görgetjük a mobiltelefont, és egyszerűen nagyon sokszor kifárad mondjuk az idegrendszerünk, nem bírjuk, ingerlékenyek vagyunk, Elhízunk, és nagyon sok olyan testi tünetet is hoz az a zakatoló világ, ami most körülvesz minket. A másik dolog az, hogy túl sokan szerintem nagyon misztikusnak és ilyen, nagyon távolinak vélik ezt az egész spiritualitást, és nem is tudják hova tenni, vagy hogy mi lehet ez, vagy hogy honnan van ez az egész, és igazából ez is az első kérdésem, mert hogyha most megnézzük, akkor a legtöbb ember azt gondolja, hogy egy egy spirituális ember, az a hegyekben van fönt, és egyetlen tógába ül egész nap törökülésbe, és meditál. És ez a spiritualitás nulla külső gazdasági körülmény, semmi, csak meditál, és zenbe van. És szerintem nagyon nem ez, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked mi a nézőpontod, úgyhogy ez is az első kérdésem, hogy te mit gondolsz, hogy mi is pontosan ez a spiritualitás? Puh, hát így jól belegkérdeztel a közepébe. <kül> Ugye igen, amit mondtál, nagyon sok impulzus ér minket. Mi az a spiritualitás? Ö, hát először is kezdjük ott, hogy ö, igazából nem spirituál, spirituálissá válunk itt a Földön, hanem spirituális lények vagyunk itt emberi testben, uh -huh. és leszülettünk ide a Földre, hogy megtapasztaljuk ezt az emberi testet. Uh -huh. És ugye nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon sokszor elfelejtik az emberek, hogy ebből a testből csak egy van, uh -huh. úgyhogy um, itt a Földön, úgyhogy nagyon kell őt szeretni, uh -huh. és, um, és figyelni rá, és az egészségünkre. Tehát ugye leszülettünk ide a földre, hogy megtapasztaljuk itt a, az emberi testet. Öm, nagyon sokszor azt szoktam mondani a mesterem, hogy hogy az élet olyan, mint egy játszótér, és hogy tapasztalunk, megírjuk a szüleinket, a párunkat, de nem értük születünk le, hanem mm -hmm. saját magunk miatt. És ugye itt kezdődik az, hogy, hogy ki a legfontosabb, én vagyok. Ugye én vagyok a prioritás. És milyen sokszor azt gondolják az emberek, hogyha én vagyok a legfontosabb saját magamnak, és én vagyok a prioritás, akkor én önző vagyok. Nem vagy önző. Uh -huh. Mert azáltal, hogy én egybe vagyok, én jól vagyok, úgy tudok a környezetemnek is a legtöbbet adni. Uh -huh. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, öm, ha tudnák az emberek, hogy, hogy a spiritualitás, Mondhatjuk így, ott kezdődik, hogy jó, akkor elkezdek befelé haladni, és elkezdem megfigyelni magam, és hogy igazából mennyire élek amúgy a külvilágnak, uh -huh. és hogy, és az, aki én valójában vagyok, az így elveszik, mert, mert van bennem például egy nagyon nagy megfelelési kényszer. Uh -huh. Nekem erről az jutott eszembe, hogy a, ahogy a test és a lélek kapcsolatát mondod, hogy igazából ez is valahogy a spiritualitás, hogy megtalálni mondjuk az egyensúlyt, nem? a kettő között, a test és a lélek között. És én azt veszem észre, hogy ha valakinek mondjuk, nem tudom, van valami baja, meg van fázva, fáj a torka, akkor elmegy az orvoshoz, mert tudja, hogy baj van, és fölirat egy gyógyszert, amivel ezt tudja orvosolni. Viszont, hogyha a lelkünk beteg, és van valami problémánk, valami mélyen ülő, akár trauma, vagy, vagy olyan dolog, ami, ami minket bánt, akkor viszont ezeket hajlamosak vagyunk inkább besöpörni a szőnyeg alá, ahelyett, hogy mondjuk elkezdenénk foglalkozni ezzel az egésszel. Ez így van. Mondjuk én nem így fogalmaznám, hogy a lelkünk beteg, hiszen mindenkinek a lelke szép uh -huh. és és csodálatos, de de igen, elkezd inkább azt mondom, ébreszteni a lélek uh -huh. erősebben, ugye, <coughs> akkor benne vagyunk egy élethelyzetbe, és a lelkünk, a felső által nagyon-nagyon sok jelet kapunk, uh -huh. hogy valamit változtatni kell, vagy valamit máshogy kéne csinálni. És ami ezt nem, tehát nem veszük észre a jeleket, akkor kapunk nagyobb jeleket, és akkor kapunk az egészségünkkel kapcsolatban. És hát itt a Földön és az egészségünkkel tudnak minket a legesleg jobban ébreszteni, és ha a testünk elkezd úgymond, elkezdődik benne egy folyamat, uh -huh. az igazából az is értünk van, hogy mi elkezdünk arra ébredni, hogy hűha, valamit nagyon rosszul csinálok, uh -huh. és hogy min is kéne változtatnom. Igen. És a másik tapasztalásom, nyilván saját magammal is, mert attól független, hogy én is közelítek mondjuk a spiritualitás felé, meg tíz éve önfejlesztek, ettől függetlenül folyamatosan látom azt, hogy a legtöbb esetben akkor változtatunk, amikor már fáj. Uh -huh. amikor már igazán fáj, és eljutottunk arra. már kényelmetlen. Így igen. van, így van. Nekem nagyon tetszik az a hasonlat, hogy olyan, mint a kavicsa cipőbe, hogy, hogy igazából nem tudsz messzire elmenni, és hatalmas távokat megtenni, hogyha van egy a cipődbe, és fáj, és nyilván ezek pont azért kerülnek oda, hogy eszünkbe jusson, hogy lehet, hogy ezzel valamit kéne kezdeni, és talán ki kéne venni onnan, és így azt gondolom, hogy, hogy, ha mondjuk az emberek elkezdenek kicsit önmagukba fordulni, elkezdenek meditálni, elkezdenek akár olvasni, de nem is fontos, hogy ebben a témakörben történjen, akkor, akkor már elindul egy olyan életszakaszon, ami egy olyan változás hozhat az életébe, ami által fejlődhet. Vagy ny hát nyilván mondhatom ezt a videót is, hogy valakinek biztos, hogy, hogy éppen ezek a mondatok fognak segíteni, akár az elindulásban, vagy akár, hogy folytassa ezt az utat. Ez így van, meg nagyon-nagyon fontos tudni, hogy, hogy amit mondtál az elején, hogy a spiritualitás nem arról szól, hogy én órákon át meditálok egy nap. Már, már azzal, hogy elkezdem figyelni magam, figyelni a környezetemet, hogy, hogy igazából rájövök arra, hogy amúgy mennyire vagyok önazonos, mennyire uh -huh. tudok, mennyire tudom saját magamat elfogadni. Uh -huh. Ugye ez nagyon-nagyon nagy problémánk a mai világban, hogy igazából elfogadásban nem is vagyunk saját magunkkal. Uh -huh. És én saját magammal nem vagyok elfogadásba. Persze, hogy a környezetem ki tud hozni az egyensúlyomból, vagy, vagy be tudnak nálam kapcsolni olyan, olyan dolgokat, amik, amikre ugrok. Mindig ezt mondom például a vendégeimnek is, hogy hogy csak figyeld magad, házi feladatot nem szoktam úgy feladni, de ha adok is, akkor akkor nagyon sokszor szoktam azt mondani, hogy csak figyeld magad, és nézd meg, hogy, hogy ki mit hoz elő igazából belőled. És hogy mikor akár veszekszel valakivel, ugye mindig azt mondom, hogy ha veszekszik veled valaki, az róla szól. Uh -huh. Jó, tehát hogy ott benned meglátott egy tükröt, amivel még nem tud elfogadásba kerülni, de abban a pillanatban, elhangzik egy szó, egy mondat, és te arra, úgymond ráugrasz, az már ugyanúgy mm -hmm. rólad is szól. És nézd meg, hogy mi az a program, amit ott bekapcsolt, úgymond benned, amire te ugrottál. Mm -hmm. Ez a bizonyos, amikor benyomják a gombodat, Igen. szokták erre mondani, és... Most, hogy mondtad egyébként, hogy valaki önazonos? Szerintem nagyon kevesen vannak, akik mondjuk így. Én nagyon sokáig például nem tudtam, hogy igazából mi az én feladatom, mit akarok csinálni, hova tartok, valójában ez vagyok -e én, és hogy igazából végtelen lehetőségek tárháza van előttünk. És most én azt látom, hogy mindig az vagyok én, éppen aktuálisan, ami jelen állapotban van és érzékelek, és hogy lehet, hogy öt évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy én soha nem fogok podcasteket csinálni, hagyjam, mert nem fogok kamera előtt szerepelni, meg stb. És most pedig ott tartunk, hogy nyilván készítem ezeket a tartalmakat, és ebben érzem a legjobban magam. És eh, erre csak arra akartam csak kiukadni, hogy, hogy ez a változás, ez mennyire fontos, hogy, hogy mindig készen álljunk arra, hogy folyamatosan változunk, és minden változik körülöttünk, és nagyon jó ez az önmegfigyelés egyébként, meg azt is hozzáteszem, hogy nekem adtál már házi feladatot. Igen, igen, ez igaz. És majd ezt a gyakorlatot emlékez rá, hogy megosszuk a többiekkel is, mert nagyon hatékony, meg én az előadásaimon is ajánlottam másoknak is, úgyhogy ne hagyjuk ki a hallgatóinkat, nézőinket se jó, akkor ezt most, vagy majd a végén megosztuk veled? Akár most is megoszthatod, de hozzáteszem, hogy mielőtt megosztanád, beszélgessünk még egy kicsit az önbecsülésről, önértékelésről, ugye mondtad az ön azonosságot, és hogy igazából a az egész spiritualitás szerinted hol tud ebben segíteni, vagy mik azok a módszerek, amivel te azt gondolod, hogy mondjuk ez hatékonyan növelhető, hogy az ember egy kicsit jobban érezze magát a bőrében? Uh -huh. Jó, öm, amúgy még hozzá szeretnék tenni uh -huh. öm, az előző mondataithoz, amit mondtál, hogy öt évvel ezelőtt nem gondoltad volna, hogy mondjuk te podcasteket fogsz gyártani. Nagyon-nagyon fontos, hogy egy áramlásba legyünk. Uh -huh. Tehát, hogy egy flóba. Mert azáltal, hogy öm, persze ez nagyon nehéz, hogy mondjuk most soha nem, mondjuk van egy, van egy személy, aki soha nem foglalkozott úgy még magával, vagy a belső világával, és azt mondom neki, hogy kerüljél egy flóba, oké, okay, közi, hogy. Öm, de nagyon-nagyon fontos, hogy az emberek áramoljanak. És jön egy feladat, nem kell abba a feladatba beletörni. Jó? Tehát, hogy jön egy feladat, meghajlok előtt, és tovább lépek. És uh -huh. feleslegesen nem kell belelépnem a lyukba, mikor csak egy gödrön át léphetek. Uh -huh. Tehát, hogy hányan van az, hogy jön egy feladat, átléphetnék rajta, és folyhatok tovább, uh -huh. de nem beleesek a gödörbe, uh -huh. ö, vagy az árukba, és akkor ott nézek ki belőle, hogy valaki segítsen rajtam. Uh -huh. Hát ugye csak te tudsz saját magadon segíteni, meg te tudod csak a saját válaszodat. Tehát, hogy hozzám is eljönnek, és akkor útmutatást kérnek, uh -huh. vagy kérdeznek. Ümm, utat tudok mutatni, de az, hogy te már arra rálépjél, az már nem az én dolgom. Igen. Úgyhogy ez, ez, ez is nagyon-nagyon fontos. Ez is az önazonosság, hogy, hogy tudom, hogy ki vagyok én, hogy én mit szeretnék. Hány olyan ember van, aki olyan párkapcsolatban él, vagy olyan barátokkal van körülvéve, akivel igazából nem is tud azonosulni. És amúgy, hogy elkezdesz magadon dolgozni, majd meglátja az ember, hogy hogy elkezdenek ezek az emberek kikopni, mert már megérzem, hogy már nem vagyunk ugyanazon a rezgés szinten, amivel nincs semmi baj. Uh -huh. Meg hány olyan párkapcsolat megy megy tönkre, hogy az egyik ember elkezd magán dolgozni, a másik meg uh -huh. ott ragad egy szinten, amivel ezzel sincs baj, mert ugye tapasztalunk. Uh -huh. És ugyanúgy megírtam mondjuk azt az embert, mondjuk megírtam valakit magamnak, mint ébresztő, uh -huh. akár a párkapcsolatban, ugye a párkapcsolatunk a legnagyobb ébresztő. Uh -huh. um, és hát, hogy ezért is nagyon-nagyon fontos egy párkapcsolatban, hogy fejlesz magad, mert az egyik elmegy ebbe az irányba, a másik abba, uh -huh. és akkor ott hol találkozik a kettő, uh -huh. Úgyhogy, mint, tehát, hogy az ember majd meg észreveszi, hogy, hogy, akár a régi kapcsolata is így lehullanak körülötte, vagy hogy uh -huh. így leválasztódnak, amivel nincs semmi gond, majd, majd behoz az univerzum új embereket. Uh -huh. Nekem két dolog jutott eszembe közbe. Az egyik az az, hogy ha gödörben vagy, akkor hagyd abba az ásást. <laughs> tehát ez egy ilyen nagyon jó, jól összefoglalja azt, amit te mondtál, hogy, hogy egyébként mennyire hajlamosak vagyunk arra, hogy ugyanazokat a hibákat elkövetjük, ugyanazon az úton megyünk, és igazából későn ébredünk rá arra, hogy ezt mi generáljuk, és mi hozzuk létre folyamatosan magunknak. És itt kezdődik mondjuk a tudatosság, hogy akkor ja, hogy ezzel tizedjére találkozok, és ugyanazt csinálom. Ugye Einstein mondta azt, hogy a hülyének a fogalma az, hogy ugyanazt tudom, vagy ugyanazt a dolgot csinálom folyamatosan, és más eredményt várok tőle. Uh -huh. És a másik dolog, ami még eszembe jutott, az pedig az volt, hogy, hogy az ön azonosság, nekem ez kezdetekben nagyon nehéz volt, hogy mi az, ami azonos velem, mi az, ami nem. És nekem, ami ilyen megfogó mondat volt, és nagyon sokat segített, hogy minden, ami velem azonos most pillanatnyilag, és én vagyok, az könnyed és teres, és azt érzem, hogy felemel, és ahogy te mondtad, hogy flóban vagyok, mondjuk áramlok, és azt érzem, hogy ez tök jól érzem magam a szituációban, hogyha pedig nem az enyém, akkor uh, fusztrált vagyok, gyomorgörcsöm van, uh, mélyen vagyok, rossz érzésben, rossz érzésben vagyok, és egyébként én nagyon hajlamos vagyok átvenni másoktól ezt. Tehát, hogy van mondjuk egy, uh, biztosan neked is volt már, hogy belépsz egy terembe, ott ül valaki, és és azt érzed, hogy olyan energiája van, hogy egyszerűen ú, jó a közelébe lenni, és, és jók a rezgései, stb. És van az ellenkezője, hogy belépsz egy terembe, és ott ül valaki, és azt érzed, hogy melyik a legtávolabbi pont, melyik sarokba menjek, mert annyira taszít, és annyira nem akarok azonosulni vele. És nyilván, hogyha nem vagy éber, és nem... Tudod -e ezeket a dolgokat, vagy nem tapasztaltad még meg, és nem ébredtél rá, hogy ez így van, akkor hajlamos vagy ö, azt hinni, hogy egy, egy emberi kapcsolat, amit mondtál akár párkapcsolat, hajlamos vagy elhinni, hogy te vagy a defektes, és, és veled van valami baj, pedig valójában a másik személynek érzed át a, a mély fájdalmát. Tehát, hogy ugye még említetted, hogy, hogy van-e bármilyen technika, amit, amit át tudok adni. Ez például nagyon-nagyon fontos és tök jó technika, hogyha bármikor azt érzed, hogy egy olyan ember áll melletted, akinek mondjuk nem olyan rezgése van, vagy, vagy akár olyat mond, ami neked nem tetszik, vagy te azzal nem tudsz azonosulni, vagy érzel egy, egy negatív energiát körülötte, akkor, akkor csak gyakorold azt, hogy látod, hogy mondjuk az égből kijön egy aranyfény, és rátkötődik, és mint egy aranyburok a testet körül körbevesz téged. Uh -huh. és, és már attól, hogy megcsinálod, meg meglátod, hogy elkezdesz megnyugodni. Ezt például sok a mesterem mondta még a Covid időszakában, hogy hogyha csak azt látod, hogy nagyon sokan beszélnek a COVID-ról, vagy a háborúról, vagy neked legalábbis is úgy érzed, hogy beránt, csak mindig rak magad köré egy aranyfényt, uh -huh. egy aranyburkot, és már azzal igazából az egót megnyugtatod, mert a, mert a szíved mindent tud, és a szíved, a szíved mindig egyensúlyban van. Tehát az egó az, amikor ilyenkor beránt, uh -huh. mert akkor biztos van egy halálfélelmem, ami ilyenkor beránt, amit mondjuk akár előző életből hozok. Uh -huh. vagy egy program a tudat uh -huh. Úgyhogy ö, én is amúgy nagyon sokat ö, nagyon sokat buszoztam még régebben, és, ö, és tök jó voltam úgy figyelni, szerettem figyelni az embereket, milyen energiával szállnak fel a buszra, ö, igazából ami, amibe így vannak. Uh -huh. És ezt és amúgy ilyen tök jó látni, hogy ö, hogy emberek amúgy nagyon sokszor mennyire csak a saját dolgokkal vannak összefüggő, Elfoglalva, és ugye még nem is látják az összképet, és tényleg, hogyha felfognánk azt, hogy ezt lehetne sokkal könnyebben, és, és áramoltatni az egész világunkat és az életünket, és tényleg csak egy flóba kerülni, és az összképet látni, tényleg csak játszani és tapasztalni vagyunk itt lent a Földön, mindenki sokkal boldogabb lenne. Uh -huh. Szuper, hogy mondtad egyébként a COVID-ot, mert szerintem ez a COVID-háború, stb. egyrészt a hír és a média az pont arra megy, hogy félelmet generáljon és félelmet ébreszen az emberekbe, ami pont ellenkezője a spiritualitásnak, és talán nem tudom, hogy már kitől hallottam, de ő is mélyen spirituális volt, és azt mondta, hogy ha minden ember elkezdene mondjuk csak egy picit meditálni, egy picit odafigyelni magára, akkor ez egy sokkal szebb bolygó lenne, hogyha mondjuk elindulnának a változás útján, és nem a híradót néznék mondjuk. Elnézést kérek minden híradó nézőtől. De valójában ugye az is energia, hogy mi az, amit mi befogadunk, és mi az, amivel mi etetjük magunkat Zívan. minden egyes nap, a, a kis lelkünket. És e, szerintem a Covid volt az első olyan hullám, amikor az embereket úgymond sarokba szorította az élet, és rákényszerítette arra, hogy elkezdjen figyelni magára, mert azon kapta magát, hogy igazából nem kell bemenni dolgozni, sok esetben ugye sokan homofizba kerültek, összezárva maradtak a családdal, és akkor rájöttek, hogy milyen fontos mondjuk akár kimenni a természetbe, vagy akár milyen jó érzés egyébként az én idő, az, hogy egy picit magammal legyek, akár csak egy öt percet azzal foglalkozzak, hogy kicsit megállok, és magammal foglalkozom, és hogy itt hogy szeretném mondjuk ezt a, a különbséget, amit most az emberek éreznek, hogy spiritualitás, baromság, túl messze van zenmester, közelebb hozni, hogy a, az embereknek akár már az is egy kezdő lépés lehet, hogy egyszerűen csak egy picit foglalkozik magával, öt percre becsukja a szemét, relaxál, és éppen csak megtapasztalja azt, ami éppen körülötte zajlik, és érzi azt, ami történik, és a mostban van. Szerintem már ez egy ilyen tök jó indulás lehet. Na, akkor ehhez hozzáfűzve indulásnak, ha ezt meg is csináljátok, akkor csak annyi tudatosságot vigyetek bele, hogy Tudatosan lélegezzetek. Uh -huh. um, mi minden meditációt is szoktunk elkezdeni a tudatos légzéssel, uh -huh. hogy, uh, minden belégz á hogy minden belégzéssel, hogy minden belégzéssel töltekezek, és minden uh, kilégzéssel elengedek. Uh -huh. És um, és már ha csak erre figyelsz, tök sokat uh, tudod a testedet tölteni, uh -huh. és. Uh, és nagyon sok mindent el tud a test engedni, uh -huh. az nap is stresszt, vagy akár fájdalmat, vagy az, hogy mondjuk a térdem fáj, uh -huh. és, és belélegzem, és töltek be, ezek, és, töltekezek, és uh -huh. mondjuk vizualizálom közben a térdemet, hogy uh -huh. oda mondjuk energia, vagy aranyfény uh -huh. folyik, és, és minden kilégzés, kilégzéssel pedig el, elengedi a térdem azokat a blokkokat, ami miatt úgymond fáj. Uh -huh. Úgyhogy ez is például egy tök jó technika lehet. A meditációról jutott eszembe, hogy ez a másik szerintem, ami ilyen fekete ló, hogy nagyon sokan azt mondják, és nagyon sok emberrel, amikor beszélgetek, azt mondja, hogy én nem tudok meditálni, és ez nekem me nem megy. És szerintem nagyon kevesen e, tudják azt, hogy például elalvás előtt, mondjuk amikor lemegy már alfaába, tétába, <laughs> akkor valójában meditál, tehát abban a meditatív állapotban van, van. És szerintem ott a legfontosabb elkapni azt, hogy mi az, amit mondunk magunknak. Meg mi az, amit programozok ugye a tudattalatimba. Tehát, hogy ez, is, ez is, már azzal is nagyon-nagyon sokat segít ez, hogy elalvás előtt csak pozitív gondolataid vannak. Ez most egy ilyen kitérő, hogy 2024. március 15-ig és 15 most úgy állnak a, az energiák, hogy minden, amit most elhelyezel programként, a tudatodban, meg a tudat alatt azt azután, a, azután el, el fogják kezdeni betölteni március 15 után. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy mindenki figyelje a gondolatait, illetve hogy milyen érzést ad a gondolatainak. Ugye hmm. ezt is amúgy tök durva tudni, hogy hogy minden gondolatunk után jön, úgymond, egy érzés, uh -huh. és és milyen sokszor ugye azt mondjuk, hogy én pozitívan gondolkodok. Most mondjuk azt, hogy egy vizsgával kapcsolatban, hogy a fő gondolat az, hogy ötös lesz, és hogy át fogok menni, nem is kell, hogy ötös legyen, csak hogy uh -huh. át fogok menni a vizsgán, közben ott vannak az algondolatok, amik igazából felépítik ezeket a fő gondolatokat, hogy nem vagyok elég jó, nem tanultam eleget, meg fogok bukni, nem lesz jó fej a tanár. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy az algondolatok, amik igazából ugye felépítik a fő gondolatot, ezek mind negatívak is lehúzóak. Tehát, hogy ez, uh -huh. ez, ez is nagyon fontos lenne, hogy valójában megfigyelem a gondolataimat, mert hogyha már én... Tehát, oké, ez is egy, egy nagyon nehéz dolog, hogy én irányítom a gondolataimat, de ha észreveszem azt, hogy én irányítom a gondolataimat, akkor valójában én irányítom az életemet, uh -huh. mert minden gondolatommal kisugárzok, mert ugye minden energia, tehát ez, ez az asztal, ez a mikrofon, mindennek ugye van egy rezgése. Uh -huh. és, és hát hányszor van az, hogy biztos az emberek azt hiszik, hogy véletlen, de az, hogy én telepatikusan kisugárzok valamit, uh -huh. és ez megtörténik. Ma Igen, például ez mondjuk... Igen. Majd bocsánat. Ma, tehát például három nappal ezelőtt kisugároztam az univerzum, hogy ah, mondom, úgy elmennék egy masszázsra, de mondom, most már úgyse fognak időpontot adni erre a hétre, meg, meg nagyon sok minden így össze is jött, és akkor anyukám a felhív, hogy nem tud elmenni a mai napi időpontjára kettőkor, mert uh -huh. el, el tudok-e menni? Ó, oh, mondom, pont el tudok. Tehát tehát tényleg, amikor már belekerülök abban a reszkésben, hogy elfogadásba vagyok, nem, mm. nem, majd az univerzum elküldi, és, mm. és beküldi a rendszeredbe. Mm. Ezt is tök jó tudni, hogy amikor hogy elfogadásba vagyok, sokkal több minden tud áramolni feléd. Vagy mert például mert nem blokkolok ugye semmit. Nekem például ez, a, amikor nagyon sokat gondolsz valakire, mm. és hogy, hogy az sem véletlen, hogy egy idő után mondjuk pont ő hív és megcsören a telefonod, és, és látod, hogy ő hív, és hogy ö, egyébként ilyen bizonyított kutatásokat is láttam arra, amikor mondjuk valaki ö, tudatosan elkezdett gondolni valakire mondjuk Amerikába, tehát egy óriási távolságra, és annyira átérezte a gondolatait, hogy tudta, hogy mik, mik azok az érzések, meg gondolatok, mm -hmm. amik így lezajlottak benne. Meg ami még eszembe jutott, ö, nem tudom, hogy hallottad-e már azt a kifejezést, hogy géte, ez egy Nem. ilyen mozaik szó, és pont arról szól, amit te mondtál, hogy gondolatok, érzelmek, tettek és eredmények. Uh -huh. És pont így működik egyébként. Ez egyébként szerintem kicsit ilyen racionálisabb gondolkodás, viszont ugyanúgy minden szerintem a, az egész spiritualitásra vezethető vissza minden. Tehát, hogy, vagyis inkább azt mondanám, hogy minden kapcsolatban van mindennel, és hogy ez is olyan, hogy a, a gondolatok indítják el ugye, az érzelmeket, hogy érzem magam, az alapján tudom meghatározni, hogy mondjuk jó, akkor elkezdek cselekedni, és akkor abból tettek lesznek, és akkor nyilván abból jönnek majd az eredmények, ami lehet egy jó párkapcsolat, egy, egy bármi. Hát meg igen, ezt is sokszor szokták mondani, hogy, ezt most lehet nem szóról-szóra mondom, de hogy ne, rep, ne terepülj a pillangó után, hanem csinálj vagy készíts magad köré egy egy gyönyörű kertet, ahova utána majd, ez angolul van, úgyhogy most így a fejembe Aha. próbálom lefordítani, ahova majd a pillangó ö, berepül hozzád. Tehát, hogy ez is nagyon-nagyon nagyon jó. jó mondat, hogy ö, I don't chase, I attract, uh -huh. és hogy ö, és ugye ebbe is benne van, hogy hogy nem futok semmi után, hanem, hanem mindent bevonzok, és hogy ami az enyém, az úgy is megtalál. Uh -huh, uh -huh. Tehát ezt ez, ez is olyan fontos tudni, hogy milyen sokszor van az, hogy erőszakosan szeretnénk valamit, uh -huh. és hogy csak elengedjük, rögtön meg is kapjuk. Miért is? Mert akkor biztos azt kellett megtanulnom, hogy hogy nem, nem tudok semmiért se erőszakot. Nagyon sokszor szerintem az univerzum arra próbál minket uh, tanítani, hogy um, hogy ne, ne függjél semmitől. Uh -huh. Egy érzéstől se, egy tárgytól se, egy embertől se, uh -huh. mert mert nem miatta vagy lent, nem amiatt a tárgy miatt, amikor itt hagyjuk ezt a testet, csak azokat az érzéseket fogjuk magunkkal vinni, amiket itt szereztünk. Sokszor mondja a mesterem Bart Erika, hogy, hogy az életünk egy örömtenger, és örömcseppekből áll, uh -huh. és ebből a sok-sok örömcseppből egyszer egy örömtengerli tenger válik és csak ezt a sok örömcsöppet visszük majd uh -huh. a lelkünkkel együtt mikor itt hagyjuk ezt a testet. Azt hiszem Wayne Dyer volt az aki ő is ilyen bölcs spirituális ember volt meg ilyen nagy motivációs tanító hogy amikor már tudta hogy elhagyja ezt a testet és eltávozik a földről akkor írt egy valami kis szőszenetet, amiben leírta azt, hogy, hogy szeretné, hogyha a zakójának az összes zsebét kivágnák, azzal jelképezve azt, hogy semmit nem viszel magával erről a bolygóról, meg erről a földről, egyszerűen csak azt, ami, ami belül van. És szerintem ez az egyik ilyen legfontosabb dolog, hogy sokszor saját magunkat áldozzuk föl, saját magunkat áldozzuk föl azért a célért, amit el akarunk kérni, és valójában nem tartjuk meg az egyensúlyt, nem érezzük jól magunkat a bőrünkbe, és hogy, hogy itt mindig az a kérdés, hogy milyen áron. Tehát, hogy milyen áron akarod azt megvalósítani. Biztos, hogy az a, az a, az a te utad, biztos, hogy az, amire neked szükséged van, és biztos, hogy így kell, hogy megvalósuljon. De nem baj, mert tudod, ezt is megírjuk magunknak, uh -huh. hogy nem baj, hát nem ebben az életben, majd leszületsz ugyanúgy erre a földre a Tücsök következő... Tücsökként, és, <laughs> és tudja, hogy meg, megfúrom azt az üreget magamnak. <laughs> Tehát, hogy ugyanúgy leszületsz erre a földre, ugyanazzal a feladattal, nem baj, nem oldottad meg. Hát majd akkor a következő életedben. És mindig azt mondja nekünk is, Erika, hogy Miért mi, miért hagynád itt, mondjuk rá a gyerekeidre? Uh -huh. Tehát, hogy miért ne oldd meg most, mikor, mikor itt van amúgy igazából minden eszközöd rá, és és, és, és miért ne csináld meg most, miért ne, miért, ne, miért ne tárnád fel, miért ne oldanád meg, ha most is megoldhatnád? Minek? Azért, uh -huh. mert félek, mitől félek igazából? Tehát, hogy amit mondtam, ez itt, ez itt egy játszótér is játszunk, és olyan sokszor túlságosan komolyan veszünk dolgokat, uh -huh. és, és ezáltal itt nagyon sokszor el is tudnak azért szerintem csúszni az emberek, hogy túl-túlságosan komolyan vesztük dolgokat. És ami te is mondtál igazából, hogy ö, minek az árán, tehát hogy milyen sokszor azért túlhatjuk magunkat, túlhatjuk ezt a testet. Tehát, hogy sokan nem is tudják, de ez a test legalább egy 150 évre van kalibrálva, uh -huh. csak hát kihasználjuk és széthasználjuk, és, és nem vigyázzunk rá. Igen. Egyébként például azok, láttam egy dokumentumfilmet a Kék Zónáról, nem tudom, hogy hallottál-e róla. A Kék Zónában élnek azok az idős emberek, akik több mint száz évet megéltek, és ezeket összegyűjtötték, és azt vették észre, hogy igazából ők nagyon természetközelben élnek, nagyon nyugodt környezetben, szoros kapcsolatot ápolnak mondjuk az idős emberek a gyermekeikkel, és igazából minden nap mennek mondjuk templomba, imádkoznak, és hogy olyan napi utility szokásaik vannak, amiről nem tudják, hogy ők valójában spirituálisak, és hogy, hogy, a belső békéjük megvan, és, és hogy csodaszámban megy az, hogy, hogy igazából száz évet elértek, de valójában meg mindennek ott van a magyarázata, és mindenhol megvan ez, amit te mondtál, hogy, hogy nagyon hosszú életre vagyunk kalibrálva, csak valamiért akár egy szenvedélybetegség, vagy egy olyan dolog állhat ennek az útjába, amikor azt gondoljuk, hogy az lesz a rövid távú megoldás, pedig mindig hosszú távon kell szerintem gondolkodni. Ez így van, de, de amit te is mondtál, tehát az ugyanúgy ezt a szenvedélybetegséget is megírta magának uh -huh. az a bizonyos személy, hogy elkezdjen belőle ébredni. Tehát uh -huh. mindent, amit megírunk magunknak, az csak azért van, hogy hogy mi ébredjünk. Akkor te azt mondod, hogy igazából ezek ilyen karmikus dolgok. Tehát, hogy valaki mondjuk, amikor megszületik, akkor már előre van egy forgatókönyv. Tehát, hogy, hogy megvan írva, hogy jó, ekkor fog összeházasodni, de megcsalja az asszony, és el kell, hogy váljon. Tehát, hogy mondjuk így ennyire megvan írva, vagy ez egy változékony dolog, ahol megvan írva sok kihívás, és az éppen aktuális jön mindig. Tehát, hogy most csak mondtam... A feladataidat amit. megírod meg az embereket magad körül, tehát, hogy az akasádba, uh -huh. ez mielőtt leszület, ez egy, ez egy könyv, ott uh -huh. fent, és ott, és ott nagyon sok mindent megérsz, ez így van. Uh -huh. Viszont ugye itt van a szabad akarat a Földön, uh -huh. és um, megírhatok magamnak egy, egy tapasztalást, egy párkapcsolatot, de ott van mondjuk a másik személynek is a, a szabad akarata is, lehet az ő szabad akaraton nem úgy szeretne, vagy nem úgy szeretne dönteni. Tehát meg nagyon-nagyon sokszor azért itt a Földön az ego is befolyásol. Uh -huh. Tehát a, a lelkünk megír nagyon-nagyon sok dolgot, amiből nagyon-nagyon sok mindent véghez is viszünk. De azért öm, az egó sokszor be tud ránteni. De nem baj, mert hogy, mert, hogy az egóból ha egóból oldunk meg egy feladatot, az mindig visszajön. Uh -huh. Úgyhogy nem baj, egóból most megoldom, majd két év múlva egy másik szituációba visszajön, de ugyanabba a helyzetben. Tehát, hogy ugyanaz lesz belőle a feladatom. Uh -huh. Egyébként van is egy ilyen könyv, hogy az ego az ellenség. És olvastam is egy nagyon jó könyv, aki nem olvasta, annak javaslom. És mégis egyébként pont tegnap raktam ki egy képet, majd lehet ide a videóba bevágom, hogy igazából mondjuk egy év fejlesztés után, mikor elkezd valaki így ráébredni, hogy mi történik, akkor így elkezd mondjuk cselekedni és tenni magáért, és elindul egy úton. És, és ugyanúgy szembesül kihívásokkal, ugyanúgy vannak problémái, ugyanúgy van lent és fönt, és szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy, hogy akkor is lesz rossz, és Ezt mindig nem. lesz rossz, mert mindig ugye egyensúlyra törekszik az élet, hogy ha nem tudnám, hogy milyen a rossz, akkor honnan tudnám, hogy mi a jó. De ez is nagyon-nagyon fontos, hogy hogy azt a rosszat, azt hol élem meg, tehát itt is megélhetem, meg itt is megélhetem. És hát neked is ezt mondom, meg a vendégémnek is ezt uh -huh. mindig ezt mondom, hogy miért élnéd meg itt, ha itt is megélheted. Uh -huh. Tehát, hogy oké, okay, rossz. Uh -huh. De mi az a rossz? Tehát, hogy bekaliber... Mihez képest? Hát igen, meg bekaliberálunk nagyon sok mindent jónak meg rossznak. Uh -huh. De lehet az én rossz, ami nekem rossz, az egy, egy afrikai éhező gyereknek meg jó. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon sok feladat, és ez, ez is nagyon-nagyon fontos, hogy ezért nem szabad magunkat ö, máshoz hasonlítani, uh -huh. hiszen ö, mindent én írtam meg magamnak, és ő is megírt valami más magának. És hát honnan, tehát, hogy honnan tudjam, hogy ennek a másik személynek ő mit írt meg előző életből? Például, aki valaki, mondjuk, leszületik, ahogy amit mondtam, mondjuk Afrikába, uh -huh. lehet, hogy az ő lelke, sokkal nagyobbat tud onnan fejlődni, mint nekem én itt Magyarországon uh -huh. például. Mert mert sokkal nagyobb tapasztalásokat kapott, vagy sokkal nagyobb ébresztőt az ő lelke, és lesz sokkal több feladatot, megfejlődik ott, mint én itt egy életen át. Uh -huh. Tehát um, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy sose, de soha nem szabad másokhoz hasonlítani magadat, mert nem tudod, hogy ő előző életben ki volt, mit csinált. Uh -huh. Igen. Igen. Nagyon sok témát érintettünk, és én szeretnék a hallgatóinknak, nézőinknek útravalót adni arra, hogy mondjuk, hogy lehet, szerintem ne is ezt a spirituális szót használjuk, hanem mondjuk ezt a mindennapi tudatosságot elkezdeni, hogy egy kicsit közelebb kerüljön önmagához, a lelkületéhez, mi az, amit javasolnál így kezdésnek. Először is, amit, amit a főpont, vagy hát a főpont is, amivel el is kezdtük, körülbelül a podcastet, az, hogy elkezdem figyelni magamat. Uh -huh. Jó, tehát hogy ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Elkezdem figyelni magamat, a környezetemet, hogy ki mit vált ki belőlem. Uh -huh. A cselekedeteim, a szavaim, a beszélgetéseim mennyire önazonosok uh -huh. Tehát önazonosak. Mennyire, még egy, akár egy beszélgetésben, mikor beszélgetek. Mennyire van az, hogy amit én mondok, én azzal valójában azonosulni tudok, vagy csak azért mondom azokat a dolgokat, mert tudom, hogy a másik ember mondjuk pont ott tart, és, uh -huh. és másik emberrel csak így tudok azonosulni. Tehát, hogy valójában mennyire van az, hogy én ezzel azonosulni tudok, én vagyok aki vagyok. Ugye ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó mondat, hogy vagyok aki vagyok, és én elfogadom magam úgy, ahogy vagyok. Uh -huh. És, és ezt, ez is nagyon fontos, hogy hogy a másikat is, azáltal másik, másoknál is azt, hogy megengedem, hogy ő olyan legyen, amilyen, és én elfogadom őt mindenhogy, és igazából azt, hogy megengedem neki, hogy olyan legyen, amilyen, már ahogy én elke, elkezdek egy elfogadásba kerülni vele, megengedem, hogy hogy ő is az legyen, aki valójában uh -huh. lenni szeretne. Azért hányszor veszünk fel egy állarcot, csak uh -huh. hogy a másiknak megfeleljünk. Uh -huh. és, és már azzal tudom a másikat gyógyítani. Hogy milyen sokszor azt hiszik az emberek, hogy ha nekem önbizalmam van, az egy rossz dolog. Nem, uh -huh. ha nekem önbizalmam van, akkor, akkor én már nem nyomom le a másikat. Uh -huh. Mert tudom, hogy nekem önbizalmam, ugye milyen sokszor az önbizalom hiányos emberek nyomják le a többieket. Vagy az, hogyha mondjuk um, hogyha valakinek van egy elnyomó személyisége, az biztos, hogy azért van, mert őt is valahol elnyomják. Tehát az uh -huh. energia, meg az emberek azért attól függetlenül mindig az egyensúlyra törekednek. Uh -huh. Tehát hogyha mondjuk um, engem elnyomnak valahol, akkor valószínűleg az az ember, aki elnyom engem, az is el van nyomva. Uh -huh. Ö, és ő így tud egyensúlyt teremteni az életébe. Uh -huh. Tehát akkor ezt mondjuk hívhatjuk empátiának is, hogy akár mondjuk nyilván legyünk elfogadóbbak saját magunkkal szemben, meg másokkal szemben is. Én azt tapasztalom egyébként, hogy nagyon ritka, én egyébként feketeöves elfogadó vagyok. <laughs> ezt tudjuk, és, Gábor. És azt tapasztalom, hogy viszont mások képtelenek tolerálni a hibákat, az, hogy valaki a forgalomban mondjuk behúzza el, a kormányt, egyből dudál, vagy nagyon sok szempontból, és szerintem az egyik, vagyis egy másik dolog lehet az, hogy tényleg legyünk elfogadóbbak, empatikusak mások felé, mert azt látom, hogy ez ugyanolyan, mint amikor a tóba bedobunk egy kavicsot hogy szépen elkezd fodrozódni, és akkor sokan mondják, hogy a pillangó hatás szerint az lehet, hogy már tájföldön egy monszún lesz, és egy hatalmas hurikán, mert akkor a energiát gerjeszt, mire odaér az az egyetlen kavics, amit bedobtunk, és pont ezt látom, hogy mondjuk, ha empatikusak vagyunk, és nem gerjesztünk rossz energiákat másokban, és nem kezdjük el a dominó várat ledönteni, és elindítani egy olyan hullámot, ami másokat behúz egy rossz érzésbe, akkor már tettünk azért, hogy tudatosak legyünk, és mások felé elnézőbbek. Ez így van, meg mindenki mondom, azért, azért dolgozik, meg van lent itt a földön, hogy, hogy a Földön is legyen azért egy rezgés emelkedés, Tehát, hogy most itt vagyunk a 3D-ben, itt a 3D-ben 50% fény, 50% árnyék, amit beszéltünk a COVID-ról is, hogy hogy úgymond az árnyék oldal, meg, meg a híradó, meg a média azért programozta az embereket, uh -huh. de mégis um, ott volt a fény oldal, aki ezt meg hagyta, mert tudta, hogy ezáltal be, be tud kerülni az otthonokba, a családokhoz, és, és elkezdnek igazából az emberek befelé fordulni. Tehát, hogy ez a két év szerintem ott nagyon sok ember mondjuk elkezdett meditálni, vagy olvasni, vagy, vagy elkezdte figyelni önmagát. És, és ezért, nagyon, igen, ezért nagyon fontos, hogy tényleg emelkedjen a, a, a rezgésünk és a Földnek a rezgése, mert 2033-ra Várható egy, egy rezgés emelkedés itt a Földön, amikor átlépünk már az ötödik dimenzióba, ahol 70% fény és 30% árnyék lesz, és hát nagyon sok spirituális csoport meg mi is szívfényesek, ezért dolgozunk, uh -huh. hogy hogy a Földnek a rezgését emeljük. Uh -huh. És mit gondolsz a természetről? Mert nekem így rezgésemelkedésről mindig az jut eszembe, hogy ha mondjuk egy nagyot sétálok az erdőbe, engem már az feltölt, hogy neked van-e valami utility, ilyen akár hasznos praktika, amit így a természettel kapcsolatban, vagy a rezgésemeléssel kapcsolatban javasolnál? Hát mert az, hogy hogy mondjuk mezitláb járok, nem, nem kell az erdőbe, de már a füvön, az is, az is nagyon sokat tud, tud segíteni, ha mondjuk igen, nem vagyok eléggé... Nem, elégi... nem törött üvegen teszem Rász, akkor főként. Igen. <laughs> hogyha mondjuk nem vagyok leföldelve, tehát hogy mondjuk a földelésemmel van problémám, akkor, akkor is nagyon jó földelés gyakorlat, de hogyha teljesen le vagy földelve, akkor is akkor is szuper dolog, meg én ami szoktam fát ölelni, azt nagyon-nagyon szeretem, jó. nagyon szeretek ö, fákkal kapcsolódni, uh -huh. hogy valójában megérezni ezt az őserőt, amiben akár egy ami akár egy fába is benne van, uh -huh. és tényleg csak átölelem, és becsukom a szemem, és és azzal azonosulni, hát csodálatos dolog. Egyébként megmondom őszintén, hogy amikor én először láttam embert fátölelni, akkor így gondoltam magam, hogy úristen, ez hülye. Igen, a barátnőim is néha sétálok velük az erdőbe, és akkor van, hogy lefotóznak, hát nem baj, Igen. majd egyszerűen ők is elkezdenek fátölelni. A magot előtetjük ilyenkor legalább. Igen, és egyébként most már ott tartok, hogy nem érdekel, ki látja, hanem én is megölelem a fát, egyébként én is javaslom mindenkinek, mert azt érzem, mintha tényleg egy, akár egy embertől állnék meg, és hogy ilyen jó érzéssel tölti el a lelkemet, és hogy érzem, hogy, hogy megmelengeti a meg szívemet. Olyan, igen, olyan biztonságot is ad, meg uh -huh. úgy megtart. Igen. Amit mondjuk sokszor... Mindenki valamiben van, úgymond az emberek és is, és lehet nagyon sokszor az ezt, az, ezt egy másik ember, meg miért is várnánk el a másik embertől, uh -huh. hogy azért ölelgetlek, hogy érezzek valamit, hát uh -huh. jó, szuper. Persze az, az ölelés, uh -huh. ezt a mesterem mondta, hogy napi ötele, öt öleléssel mindenki boldog lenne, és. és Konkrétan mm -hmm. mindenki meggyógyulna, ugye nagyon sokat ölelünk. Tehát az ölelésnek gyógyító ereje van. Igen, ugye amikor nálad vagyok egy ilyen kezelésen, vagy terápián, nem tudom, hogy hívjuk, vagy mi a szakszerű kifejezés, de a lényeg, hogy mindig öleléssel zárul. És én ezt a családi körömbe elkezdtem bevezetni. Például édesapámmal nagyon keveset, tehát hogy nagyon kevés volt a fizikai kontakt, és úgy éreztem, hogy amikor mondjuk, talán lehetett már 60 éves, én meg 30, amikor először így megöleltem, akkor olyan volt, mintha egy falak homlottak volna le. Ilyen mélyen gyökerező falak. És és azóta rendszeresen, például rendszeresen. Hát meg gyökerező. a bazsere azért nagyon sokszor, főleg ha mondjuk a pukádról van szó, vagy anyukád, anyukádról, ugye a nyukádról, ugye a gyermeki lélek, ugye igazából nem is nem is szokta észrevenni hogy mondjuk az apukája vagy az anyukája milyen élethelyzetben van mert ugye a gyermeknek egyértelmű hogy a szülőnek én vagyok a prioritás és el is feledkezik arra hogy hú lehet anyukámnak is most megvan a, a saját problémája és olyan olyan jó érzés mondjuk azt átérezni hogy amikor átölelem így egy pillanatra azért átérzi az ember hogy hogy megérzi azt az energiát ez nem kell tudatosnak lenni vagy spirituálisnak hogy megérezzem azt hogy na ő most miben van uh -huh. És pedig, tehát, hogy belőle, bel belőle jöttem meg, hogy uh -huh. meg ő adott nekem életet, és hogy e erre milyen sokszor nem is gondolunk, hogy ja, persze a szüleim. Uh -huh. Igen, igen. Hogy az még talán még mélyebb lehet. Igen. Öm, én még kiemelném egyébként, ami így, utility, és mondjuk minden nap tudja valaki használni, akár a tanulások, képzések, mert te is szoktál vezetett meditációkat is tartani, és nekem kezdőként meg én minden nap szinte meditálok, és vezetett meditációkat hallgatok, mert igazából ott nem kell gondolkodni meg, hogy mit csináljak, meg jól csinálom meg, meg stb., hanem tök jól viszi az embert, és ö, szerintem ez, ami még nagyon sokat segít, hogy akár mondjuk nálatok egy ilyen közösségbe ezt megélni. Igen, hát teljesen más azért élőben egy meditációt hallgatni, meg akkor ugye úgy úgy programozom fel a teret, uh -huh. meg, meg azért akkor érződik a mestereinknek a, az energiája, uh -huh. hogy valójában az égiek dolgoznak rajtad, vagy hogyha egy olyan oldást csinálunk, vagy teremtést, de, de én, én is mindig azt szoktam ajánlani az elején, hogy, hogy vezetett meditációt hallgassanak, mert mert ugye, ami te is mondtad, hogy nagyon sok, sokszor azt mondják, hogy nem tudok meditálni. Uh -huh. Jó, szuper, én se tudtam. Uh -huh. de, de elkezdtem vezetett meditációkat hallgatni, meg úgymond vezetett meditációkra járni. Ugye nálunk a szívfényben nagyon sok képzésünkön is van közben meditáció, mert meditáció által teljesen hogy tudjuk lekötni a tanítványoknak akár az anyagot, Uh -huh. Vagy vagy egy bizonyos technikát, vagy energiát. És, és én is mindenkinek azt javaslom, hogy vezetett meditációt hallgassanak. Nálunk például pont a szívfénynél vannak is, meg is vásárolhatóak uh -huh. különböző vezetett meditációk. És utána, hogyha már azt érzi, hogy jó, most már elengedem a vezetett meditációnak a kezét, akkor berakok egy olyan rezgésű zenét, mondjuk én a 888-as uh -huh. 8 Hz zenét nagyon-nagyon szeretem. Uh -huh. És akkor arra, elengedem a gondolatokat, elkezdem csinálni a tudatos légzést, és akkor elkezdek befelé mm. figyelni. És nagyon-nagyon érdekes lesz, hogyha már nagyon sok vezetett meditációt megcsinálsz, majd meglátod, hogy a lelked magattal elkezd vezetni. Mm. Én is az elején nagyon sok vezetett meditációt megcsináltam, és utána a, magától igazából a lelkem megcsinált mm. saját magának egy, egy meditációt, mm. és utaztunk, és elmentünk olyan helyekre, ahol amit tudom, hogy igazából nem az én képzeletem csinált, hanem mm. vitték a lelkemet. Én még fontosnak tartom azt is a meditációval kapcsolatban, hogyha valaki mondjuk most kezdi el, hogy én tíz éve már meditálok körülbelül, és még most is van olyan, hogy elkalandoznak a gondolataim. Tehát, hogy nem, Selejtes valaki, hogyha ha éppen másra gondol, hanem olyankor nyilván akkor is tudatosnak kell lenni, és akkor visszaterálni, mondjuk ugyanabba a mederbe a gondolatainkat, és végig folytatni a meditációs dolgot. Mert nem tudom, hogy neked mi a véleményed erről, vagy hogy te szoktál-e egy kalandozni. Más, mindenki el szokott kalandozni, tehát azért senki se tud hétköznap nem bekerül 100 amivel nincs baj, és ez is nagyon fontos, hogy ne bántsd magad, azért, mert nem tartasz ott, vagy egy bizonyos dolgot nem léptél meg, uh -huh. vagy hogy meditáció közben elkalandoztál. Ugye hányan bántjuk egymást, legalább mi saját magunkat ne bántsuk. Uh -huh. Tehát nem, vagy elkalandoztál, elkalandoztál, uh -huh. akkor hagyd abba, ezt majd folytatod holnap. Uh -huh. Tehát, hogy ez, ez is nagyon fontos, hogy uh -huh. ne legyünk egy ilyen feszületbe és feszülésbe, hogy ö, mindent is irányítani akarunk magunkról minek. Uh -huh. Tehát, hogy igazából ez mind, ez mind csak az ego. És ö, nagyon sokszor az egó, hát az ego nem akar, hogy meditálj. Persze, uh -huh. hogy az ego elkezd majd ott kandukálni uh -huh. ö, meditáció közben, és behozni a gondolatokat. Uh -huh. De ne törj, ne törj be az egónak. Igen, nekem ez az egyik legnagyobb kihívásom, hogy én nagyon racionális vagyok, és mindig gondolkozom, hogy hogy lehetne ezt lépésről lépésre, és mindig látni akarom a teljes utat, ami oda elvezet, amit én szeretnék, és nekem ez kell, vagyis legalábbis most ezen dolgozom nagyon sokat magamon, hogy ne így történjen, hogy tudjam, hogy hogyan fog megtörténni, hanem csak egyszerűen éljem meg, éljem át, azt a pillanatot már lássam úgy, mint megtörtént, és nekem ez, ez sokat segít, meg nagyon váratlan helyekről jönnek akár megbízások, ahonnan nem is számítottam rá, és hogy sokszor, amikor pont már nem is gondolok rá, hogy én ezt kiküldtem akár ezt a kérdést valamikor, akkor jön meg rá a megoldás. És még én azt is javasolnám egyébként, hogy gondolkozzunk kérdésekben, hogy ne korlátozzuk magunkat, tehát hogy akár ugye az Access consciousness be használják ezt, a hogyan lehetne még ennél is jobb, és ez is azt gondolom, hogy hogy így jó irányba tereli az életünket, és hogy húzza be azokat, amikre szükségünk van. Nagyon sok témát érintettünk, és szerintem még nagyon sokat Fogunk is, meg fogunk is Igen, is igen a és igazából én arra lennék kíváncsi, hogy mondjuk hol lehet veled találkozni, mik a terveid akár a jövővel kapcsolatban, hogyan szeretnéd mondjuk ezt a tudatosságot vinni tovább? Én most, én most Szegeden vagyok helyileg, uh -huh. de, de, Pesten is szoktam meditációt tartani, illetve ott is kezelek. Ugye én szívfénykezelést végzek, tehát ez egy hetedik dimenziós szeretet energiát csatornázok úgymond le a testbe, csakrákat töltök és tisztítok, meg ugye az érzelemtestet, mi most pont egy új üzlethelyiséget nyitunk itt Szegeden, és úgy hívják, hogy Shakti. Ez a hinduizmusban igazából a, hát összegezve a belső erőt uh -huh. jelenti, és a, és a kozmikus energiát, és az áramló energiát, és igazából minden oktatót meg masszört, vagy bármilyen, Bármilyen olyan szemét, aki terápiával foglalkozik, nagyon nagy szeretettel várunk, hiszen ö, tényleg egy olyan teret szeretnék kialakítani, ahol mindenki meg tud élni a belső erejét. Épp ezért lesz ö, ilyen terembérlés ö, koncepcióban, hogy már mindenki valójában érezze meg a belső erejét, uh -huh. és, ö, és ne az legyen, hogy ö, hogy ö, alkalmazottként vagyok, hanem, hanem megélem saját magamat. Uh -huh mindenkinek tényleg csak ajánlani tudom Szilvit, választjátok bizalommal, mert az a szeretet energia egyébként tényleg nekem, nekem mindent visz, amikor mondjuk egy ilyen kezelést csinálunk, és itt a lenti komment szekcióban, vagy a leírásban hozzá fogom tenni Szilvinek az elérhetőségeit, úgyhogy őt is tudjátok akár keresni mindenféle témában. Nyilván, hogyha hasonló tartalmakra vágysz, akkor várlak szeretettel. Ha kérdésed van, azt is szívesen fogadjuk, és írd meg a komment szekcióban. Ha van még olyan téma, amit szerinted jobban ki lehetne fejteni, vagy szívesen hallgatnál még többet róla, azt is bátran írd meg nekünk, igazából nyitottak vagyunk mindenre. Én az első podcast most jelenleg véget ért, de nem állunk meg, és folyamatosan akár szilvivel is még, és új vendégekkel folyamatosan beszélgetni fogok arról, hogy hogyan lehet a te életed több azáltal, hogy nézed ezeket a videókat. Köszönöm jó pihenés szép estét, vagy napot, amilyen napszak van. Sziasztok!